Két vesztes meccs után a Ferencváros legutóbb visszatalált a helyes útra, és 5-1-re legyőzte a Szekszárdot idegenben, míg a Szent Mihály az utolsó 6 mérkőzéséből 3-at megnyert, egyszer döntetlent játszott, kétszer pedig kikapott, így legutóbb Szombathelyen a Viktóriától is 2-1-re. Ezúttal a Fradi és a Szent Mihály Szegeden a Szent Gellért fórumban találkozott egymással az alapszakasz első kör zárófordulójában. A meccset a zöld-fehér-mezes FTC kezdte jobban, és Vlada Kubaszova már a 6. percben a felső lécre fejelt egy szögletet követően, a kipattanót pedig végül Kovács Eszter vágta a kapuba. 1-0 a vendégeknek. A 15. percben aztán már 2-vel vezetett a Ferencváros. Kubaszova, Nagy Vanessa, Könce Iné Fenyves Évelin volt a labda útja, utóbbi pedig Nagy Lilla mellől bevette Anasztasia Krisztovics kapuját. 0-2. Majd a 28. percben Túróci Anna húzta meg a bal oldalon a labdát, aztán kiválóan adta középre azt, Kovács Eszter pedig 17 méterről meglőtte a második gólját a mérkőzésen. 0-3. Hat perccel később pedig már 4 volt közte. Nagy Vanessa szerezte vissza a labdát a 16-os előterében, aztán megjátszott a Cellér Dorottyát, akinek a lövését még védte Krisztovics, de a kipattanóból Jaden Edwards bevette az üres hazai kaput. 0-4. Ez is volt a félidőben az állás. A második játék részben aztán ott folytatta a Fradi, ahol az elsőben abba hagyta. Cellér labdaszerzése, remek egyéni megoldása, majd keresztpassza után Kubaszova is feliratkozott a gólszerzők közé. 0-5. Három perccel később újabb Cellér helyzet következett, ám ezúttal Krisztovics nagyot védett. Ahogyan a 71. percben is. Egy szabadrugás után Alessia Garcia diószegi Fanni volt a labda útja, de Krisztovics kiválóan érkezett a kapujából. A 79. percben éles szögből a mindössze 16 esztendős helyi kötődésű Gégény Petra is betalált, megszerezve első gólját ebben a szezonban. Nagyon jól éreztem magamat. Különleges volt nekem, mivel ugye én ide valósi vagyok, és hogyha itt játszok, akkor én nekem ez mindig egy plusz löketet ad, és örültem, hogy ebbe a stadionba lehettem, mivel szép is, és jó minőségű pálya is, illetve azért a csapatnak a támogatása is kellett ahhoz, hogy ilyen teljesítményt nyújtsak. Újabb gól már nem született a mérkőzésen, így a végeredmény Szent Mihály Ferencváros 0-6. A Ferencvárostól nem szégyen kikapni, viszont nem jól játszani az elfogadhatatlan. Az első félidőben szerintem nem túl jó teljesítmény nyújtottunk, de a második félidőre az ellenfélhez mérhetően felszívtuk magunkat, és próbáltunk maximumot nyújtani. Jó iramot diktáltunk, mi irányítottuk a mérkőzést, szerencsére sikerült megszerezni a vezetést hamar. Örülök, hogy 2 góllal tudtam hozzásegíteni a csapatot, és megyünk tovább, mert jövő héten egy fontos rangadó vár ránk. Sajnos az első fél nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Nagyon kapkodtunk, meg nem nagyon volt játék, és 4 gólt kaptunk, amivel azért nehéz volt felállni, de úgy gondolom, hogy a második fél azért jobban sikerült, és próbáltunk egy kicsit többet passzolni. Nagyon jól játszottunk, tehát lezártuk a területeket, nem engedtük az ellenfelet kibontakozni. Jók voltak az átmeneteink, rengeteget tudtunk mögéjük menni, nagyon sok helyzetet kialakítottunk, és nagyon örülök, hogy ilyen arányban tudtunk ma nyerni. Gratulálok a Ferencvárosnak, a mai nap sokkal élesebbek, illetve jobbak voltak, mint mi. Nagyon jó edzőpartnerei voltunk ma a Ferencvárosnak.
sajnos benne volt ez a 6 gól. Az első fél időben érthetetlen módon nagyon pártatlanak voltunk, a második fél idő, amivel jobb volt, sajnálom az eredményt, tehát így alakult. Győzelmével a Fradi őrzi második helyét a tabellán a Győr mögött, azonos pontszámmal a Puskás Akadémiával és az MTK-val, míg a Szent Mihály a hetedik.